21 napot töltött gondos megfigyelés alatt a hármasikrek anyukája Táncos Zsuzsanna a Szabadkai Közkórházban. Az új év első napján azonban Theodor, Fanni és Alíz már a kelebiai kiságyból élvezhette az otthon melegét és a rokonság kíváncsi érdeklődését. Felülmúlhatatlan érzés volt, úgyhogy a másik meg hát egy gyönyörű pillanat ez így, úgyhogy... És most nagyon elérzékenyültünk. Minden esetre gratulálnák én így még egyszer. És a hétköznapokat most hogy élik meg? Hogyan tudják utolérni magukat? Hát utolérjük, mivel a család nagyon segítőkész, tényleg mindenki itt van a közelben, úgyhogy hogy mindig tele van a ház. Úgyhogy segítenek nagyon, nagyon sokat, tehát el kell a segítség, de egyben mi is nagyon élvezzük ezt a szülői csodát, feladatot. Jó napot kívánok! Jó napot! Sok szeretettel gratulálok! Ritkán születnek természetes úton három petélyű hármasikrek. A kelebiai kis hármas egy kis csoda. Egészségesek, szépen gyarapodnak, fejlődnek és szófogadóak. A szülők elmondták, hogy amíg csak lehet, természetes módon anyatejjel akarják táplálni a gyermekeiket. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges, anyuka, gyerekek, apuka boldog, és hogy minden rendben van, és hát alig vártuk, hogy így hazajöjjenek, és hogy az ünnepek után, hogy meglátogassuk őket, amikor már nem igazán zavarunk, és hát a városi képviselőtestület és a nevében és a saját nevemben szerettem volna gratulálni a táncos házaspárnak. A kelebiai táncos család a szabadkai városi képviselőtestülettől fél évre elegendő pelenka mennyiséget kapott ajándékba. Ez több mint 4000 darab pelenka, amely értéke csak nem 100 000 dinár.